Akkor szeretettel köszöntök mindenkit a mélyégészlelők első magyarországi találkozóján. Ez mindannyian tudjuk, hogy egy igen egyedi alkalom, mivel nem volt még soha mélyég megfigyelők találkozója Magyarországon. Minden egyéb találkozón szóba került rengeteg mélyeges előadást hallhattunk. Nagyon népszerű megfigyelési téma, de ilyen konkrét kiemelt összejövetel találkozó még nem volt. A téma ugyanis kicsit kevésbé tudományos, mint például a változó csillagok megfigyelése. Épp ezért úgy gondolhatnánk esetleg, hogy nincs értelme éves, két éves, tehát valamilyen rendszerességű találkozókat megrendezni. De ahogy a mai nap során elhangzó előadások bizonyítani fogják, azért lehet érdekességeket, újdonságokat mondani a mélyég megfigyelés területén is, akár a vizuális, akár a fotografikus munka területén, de ugyancsak a tudománytörténet területén is, ahogy ezt Mizsár Attila első előadónk fogja bizonyítani. A régi idők magyarországi mélyég megfigyeléseiről fog majd beszélni, és aztán asztrofotós blokkra kerül majd sor, rajzolás következik, délután pedig mélyégészlelők fogják a saját munkájukat bemutatni vizuális téren. Akkor át is adnám a szót Mizsár Attilának. Köszönöm. Meggondoltad, hogy én engem kértél fel erre? Jól meggondoltad? Gábor. Nem tudom, hogy nem ez a film Motoszkáté a címválasztásban, régi idők foci a Garas Dezsővel, aki 75-76 éves most már, és kötelező magyar filmélmény. Egyébként meg kell nézni. Mindent elmond ez egyetlen egy kép róla. Én is köszöntelek benneteket a Polarisban, és nagyon örülök, hogy ilyen sok mélyeges megjelent köreinkben. Hát egy a régi idők mélyegeiben mondjuk az elmúlt 120 évre kéne visszatekinteni, mert egy hihetetlen nagy feladat lenne ezt pontosan és kivesézve átnézni. Kövesligetitől nagyjából Berko Ernőig érdemes ezt az időszakot vizsgálni. Kicsit már az első kép is a régi időket idézi, Garas Dezsőt és korát, sőt még régebbi korát, hiszen a 20-as, 30-as években játszódik a emlékezetes film, itt pedig az 1880-as években járunk. Hogyha régi korabeli publikációkat végigpörgetjük, végignézzük, akkor egészen elképesztő ilyen jókai jellegű hősökkel találkozunk, szóval olyan hihetetlen nevekkel találkozik az ember, mint például Kövesligeti Radó. Kövesligeti Radónak lehet, hogy jobb oldalon lent a fiatalkori arcképét, ő csillagászként kezdett Konkoly és körében. Egészen fiatalon a kiskartali csillagvizsgálóhoz is volt köze. Itt láthatjuk a csillagvizsgálónak a belső dobkupoláját, menne a szép, nagy kukféle tápcsövet. Ez egy 19 cm-es refraktor. Még nem állt a csillagvizsgáló, amikor 1885-ben a bárónővel, a Podmenicki Géza nejével, Degenwald Schomburg Bertával együtt észleltek, készülődtek a csillagászatra, csillagászati stúdiumokat adott a grófnőnek, és tehát nem 86-ban, 85-ben, és véletlenül a grófnő úgymond észrevette egy plusz csillagot az Androméda ködnek a magjához nem túlságosan távol. Hát aztán ezt Kövesligeti Radó is megerősítette, és hát igazából a történelmi szupernova, extragalaktikus szupernova, szupernova első felfedezői közé tartoztak ezzel. 1885. augusztusában történt a felfedezés. Kicsit elkavarták a dolgot, mert elfelejtették, vagy nem vette talán komolyan maga a fiatal Kövesligeti sem ezt a jelenséget, úgyhogy olyan nagyon mélyen nincsen beivódva miatt a csillagászatba, csak egy ilyen utólagos közlés jelent meg az eseményről.
1886-ban elkészült a kiskartali csillagvizsgáló, ahol most vagyunk a képen, és hát nyilvánvalóan nagyon szerettek volna ismét felfedezni ilyen érdekes csillagokat távoli extragalaxisokban, például az Andromeda ködben is. Sikerült is. Ez egy korabeli észlelőnapló 1886-ból. Köves Ligetinek az írását láthatjuk, és ott van, mintha visszatért van az S-and, itt van a magtól nem messze egy valami. Aztán 1896-ban is visszatért egy szupernóva, illetve egy ilyen különleges csillag a Andromeda közelében, közepében. Hát ez egy érdekes, ezeket a szakirodalom valójában a vizionálás kategóriájába sorolja. Nagyon akartak valamit látni, nagyon szerettek volna valamit látni, aztán senki nem erősítette meg ezeket a megfigyeléseket. Hát azért egy ilyen 5-6 magnitudós csillagszerű objektum a Andromeda köd magja közelében elég sok ember figyelmét magára vonta volna. Tehát 85-ben megvolt, ez egy rendesen jól dokumentált felfedezés volt. Aztán utána is folyamatosan próbálkoztak és nézegették, és a naplókból mindenféle dolgok kiderülnek. Ezek persze aztán nem igen lettek publikálva szerencsére. Nagyon kevés, hagyományos értelemben vett mélyég észlelés nagyon kevés született a régi korokban, mondjuk a magyar csillagászatnak az utóbbi 101 néhány évében. Hát a mélyég szó az csak a 60-as évek végén, 70-es évek elején lett kitalálva. És maga az, hogy szervezetten mélyegezzünk, és beküldjük, és osszuk meg egymással ezeket a tapasztalatokat, ezek egészen új keletű dolgok. De viszont szerencsére meg vannak őrizve a kiskartali csillagvizsgálónak az észlelőnaplói, ezek a Csillagászati Kutatóintézet könyvtárában találhatók. Hát itt van vegyesen minden, van napfolt, van Mars, de szerencsére van még két jól felismerhető mélyég objektum is, Vonaszek Antalnak a rajzait látjuk itt már. Ez az M27, ez pedig az Omega köd. Vagy éppen hattyú, vagy éppen van még talán más neve is. Ez a két leggyakoribb. Hogy milyen távcsővel készültek ezek a rajzok, az számomra nem derült ki a naplóból. Viszont érdekes ez a megjegyzés, hogy Andromeda köd rendes látványa tapasztalható. Nézték rendszeresen. Hát akkor még nem lehetett azt tudni, milyen messze van az Andromeda köd. Valamikor a 20-as évekre sikerült megállapítani a távolságát az extragalaxisoknak. Tehát ez a sok-sok elliptikus ködfolt, spirális ködfolt, ez nem a teljes rendszerünkhöz tartozik, nem egy pár tízezer fényévre levő valami, hanem sokkal-sokkal távolabbiak. Ergo a bennük felvillanó nova csillagok, azok sokkal fényesebbek, elképzelhető fényesebbek, mint amiket itt a teljes rendszerben lehet tapasztalni. Hát itt egy észlelés, Vonaszek aláírásával. Ez a 96, ez 1896. Nyilván a nagy távcsőben nézte végig, hiszen 300-szoros nyitással is van. Úgyhogy szöveges leírás és egy kis vázlat hozzá. Egy gyanús csillaggal, ami hát ez annyira nem alapos. Októberből is Andromeda ködöt rendszeresen nézték, ugye? Mert hát ki tudja, mi az a csillagszerűség ott. Lehet, hogy éppen kialakuló naprendszert figyelünk meg. Herschel óta tudjuk, hogy a planetáris ködök azok valószínűleg kialakuló naprendszerek. Az egyik fajta teória ez volt. Ezt tekinthetjük beküldésnek? Nem. Az A és a B az ugye nyilván a két kísérő galaxis. Hát ez csak egy skic. Hát aztán még egy kicsit nagyobb nagyítással, még inkább elnagyolva. Ez az A-jelű csillagnak látszó tárgy, az egy kérdés. Hogy itt, ugye itt is nóváról értekezik a szövegben, de hát nem volt ott semmifajta nóva, legalábbis csak kiskartalon voltak nóvák, úgy látszik. Ez egy másik írás. Igen. Volt egy másik észterő is, a Jánosi. Hát ezzel gyakorlatilag a kiskartali naplóban látható, értékelhető még rajzoknak a összességét áttekintettük.
Tehát ott nem, nyilván nem törekedtek olyan hűségre, mint mondjuk a bolygórajzolás esetében, de hát mégiscsak egy érdekes dokumentum, kordokumentum. Nemrégiben közöltünk cikket Horváth Tibor professzor emeritus tollából, a Verebély László diákkori naplójára, ez a 1800-as évek végén, 1900-as évek végén kisdiákként, illetve középiskolás diákként születtek ezek a naplók, rajzok. Ezek viszont nagyon, nagyon jó, hogy ezek előkerültek, és hát egészen szép és precíz rajzok bukkantak fel a Meteor oldalain ennek köszönhetően. Jól felismerhetjük itt az Orion ködnek az ábrázolását. Budapestről rajzolt a Verebélyi. Ez egy, hát elég kis, olyan 5-6 centis távcsövekkel dolgozgatott, és igazság szerint a rajzoknak a precizitása a későbbi műegyetemi tanárnak a egyfajta előképe. Nagyon jelentős munkát végzett Kandó Kálmán oldalán. 1899. októberében a GC 116, az NGC-t nem ismerték el, úgy látszik. Akkor még nem volt, 1899-ben még nem volt NGC? Nem régebbi? 90-es a vagy csak nem jutott el, vagy nem mentett a köztudatba. Nem tudom, már a 90-es évben meg volt, de nem biztos, hogy akkor még használták. Szép kis rajzocska. De messzét használták is. Igen. De ezt is mindegyiket a GC alapján nevezi meg. Ez az M51. Párosa, hát egy kicsit magadkó van nagyítva a szkennere, de hát 25-szeres nagyítása Budapestről így örökítette meg, hát ez tulajdonképpen ma is beküldhető lenne. De ezt sem fogadjuk el beküldésnek, igaz? Nem az, hogy kedves Gábor, jegyezd meg a rajzot, amit kivetítettünk. Nekem ez a kedvencem. Hát ez ilyen nagyon sok-sok órás munkának a végeredménye, olyan, mint az ember egy teljesen profi csillagtérképet tanulmányozna, de nem, ezt ő saját szorgalomból szépen koordinátahálót készítve pöttyögtette be. Szóval egészen elképesztően jó. Igaz, hogy ezt meg viszont ilyen formában talán nem fogadjuk el mélyégrajznak, inkább már térkép, de ebben nem megyek bele. Ki mérte, vagy pedig csak szemmérték alapján? Hát ezt most én nem tudom, hogy mérte. Eme. Az ember inkább mérés, hogy gyanakodik, mert túlságosan pontos. Uh-huh. Verebély László, ez kicsit az ismeretlenben bukkant fel számomra. Számunkra is, hát olvassátok el a Meteornak a szem tavalyi szeptemberi számában jelent meg ez a kiváló írás, hanem az igazi, első igazi mélyegest Gotthard Jenőnek kell tekinteni, aki rövid láthatjuk egy fiatalkori képét és egy távcsöves felvételt, nagyon kevés távcsöves kép született róla. A Gotthard Observatórium honlapján lehet találni nagyon jó anyagokat róla, fényképanyagokat, de hát sikerült kapnom a pult alatt is egy-két felvételt Kovács Józsitól. Maga a távcső az ma is megvan, ez a legendás 25 centis távcső, és a nevezetes felvétel, ami tulajdonképpen Gotthard egész életművét ez a központi csillaghoz kötik, vagy szokás kötni, itt látható. Ez azt mondom, hogy nem a felfedezés, hát nem is felfedezés, hanem nem az a nevezetes kép, ahol először örökítette meg a központi csillagot, hanem egy későbbi, de itt most láthatjuk, hogy ezzel a távcsővel mit tudott ő elérni 120-21 néhány évvel ezelőtt. Tényleg ő a high-tech, a korszaknak a egyik high-techje volt ez, amit ő művelt ezzel a kis távcsővel. Hihetetlenül érzéketlen emulzióra, iszűn sokat kellett exponálni, vezetni, tessék? Igen. Tehát kivitte a nappal, aztán semmi baj nem lett, visszavitte kis túlzással. Itt van az a nevezetes távcső. Browning nyilván már nagyon sok módosítás volt rajta. Ezt ő Konkoli Tege Miklóstól vásárolta a 80-as évek elején. Ez volt Miklósnak az első távcsőve. Ez cserélte le aztán a nagy lencsésre. És aztán a Herényi birtokán, a Herényi
Gotthard kúriának a tetén helyezték el. Ez a korabeli állapot, ez pedig a jelenlegi múzeumi állapot. Mindenkinek melegen ajánlom, hogy menjen el a szombathelyi obszervatóriumba. Nagyon sok régi korabeli műszer megvan, sok felvétel megvan, és nagyon szépen ápolják Gotthard Jerének a múltját. Egyrészt a nagy távcsővel, a főműszerrel végezett felvételeket, másrészt persze voltak kisebb kamerák is, amelyekkel nagyobb látomezői képeket készített. Akkor lássunk egy pár korabeli mélyjég felvételt, kicsit besötétítek. 1892. szeptember 20-a. Nagyon jó, ezek így rá vannak karcolva az emulzióra, ezek az információk. Egyébként a piszkestető is mit lemezeken, és általában ilyen fotólemezeken is ez a szokás, hogy beleírták, feljegyezték ezeket az információkat. Úgyhogy lehet böngészni, lehet részletek után nézelődni. Tehát akkor, amikor 1892-ben már ilyen szintű Andromédakör felvételeket tudtak készíteni, akkor azért ezek a nova vagy szupernova illúziók azért eléggé erős fenntartásokkal kezelendők. Ma sem akkora nagy szégyen egy ilyen képet csinálni, azt hiszem. Az M33. Ha hinni lehet a feliratoknak, akkor ez egy 6 órás expozíció. Aztán csinált olyat is, hogy több éjszakát exponált több részletben, ami aztán még inkább derék és dicséretes. Emlékszem az M33-at a 90-es években, még amikor Rózsikával meg Szitkaiékkal fotózgattunk, akkor én kezdő voltam, ugye. Ez hihetetlen nehéz objektum volt, hiszen ugye nincs a közelében fényes csillag, és vezető, ami vezetésre alkalmas lett volna is, és ezért senkinek nem volt róla képe, legalábbis nem ismertünk. Úgyhogy, de hát nem tudtuk, hogy Gotthardnak már volt ugye 100 évvel korábbról képe róla. Hát ezek nem is voltak olyan nagyon publikálva, ezek a lemezek. Ez most a Gotthard évforduló kapcsán indult be egy nagy szkennelés, ha jól tudom. Sziasztok! Hát ez egy érdekes kép, szinte lemaradt róla a lényeg, az Orion-ködés vidéke. Itt viszont egy gyönyörű szignót láthatjuk, meg hát azt, hogy haldoklik az emulzió két szélén, de hát ott nem baj, a közepe legyen meg. Gotthard Jenő és Gotthard Sándor, a Sándor volt, azt hiszem az öccse volt. Hát tessék, parancsolni egy nagyon-nagyon szép M51 felvétel, 1892-es, azt hiszem ez is. Hát gyönyörű. Még Gotthardnak az volt, meg a magyar csillagászatnak is az volt a rákfené, hogy igazából már a saját korában is kicsinek számított ez a távcső, csak hát ennek a nagyon szépen kifejlesztett technikának köszönhetően volt ő benne az évvonalban, de hát akkor már készültek ennél lényegesen nagyobb távcsövek. Hát a magyar amatőr csillagászat, ugye mégiscsak egyfajta előképünknek tekintjük a Gotthard Jenőt, nem tudtam, hogy itt leszel, és a magyar amatőr csillagászat számára ezek az objektumok nagyon kemény feladatot jelentettek a 80-as években ezeket megörökíteni. Itt jobb oldalon a gyűrűsködőt láthatjuk, Sári Gyulának a 200/1000-es newtonjával készült ez a felvétel. Kicsit azért úgy lehet látni, hogy mintha ott lenne a központi csillag. Nem baj. Szerintem hozzá magadnak széket, de ezt a problémát most én nem tudom megoldani. Tehát ez csak egy ezres fókusz volt, tehát sokkal rövidebb fókusz, mint a Gotthardé, sokkal durvább, szemcsésebb is a film, de hát ennek nagyon örültünk, hogy Gyula bácsának sikerült megörökítenie. És a 80-as évek közepén azt hiszem szintén akkor készültek az első olyan magyar amatőr felvételek, amikor a spirál szerkezetben azért látszott valami, és itt van a tettes,
Varga János barátunk, aki azt hiszem, 19 centis reflex Newtonnak készítette, 1200-as körüli fókusszal. Revi Superchrome CU27 diára, de hát nem órákat exponáltatok ti akkor, hanem 10 perc is egy nagy kihívás volt. Hát a magyar amatőr asztrofotózás számára a 1 méteres fókusz megvezetése még a 90-es években is egy komoly feladat volt. Ezért nem nagyon vannak nagy számban jó minőségű mélyjég felvételek, mondjuk a CBK aranykorából. Ezzel most nem azt mondom, hogy milyen gyenge fotósok voltunk, hanem azt, hogy mennyire jó volt Gotthard. Hát itt nézelődjetek, jó van. Egy hasonló méretű távcsővel Protán Márton bajáról készített a 70-es évek közepén ilyen amatőr szintű képet az M51-ről. Hát ez azért messze elmarad attól, amit Gotthard tudott, pedig a távcső paraméterek hasonlóak voltak, a filmek pedig csak jobbak. És itt egy M45 felvétel 1979-ből Farkas Laci és Weiss Csaba. Nem, Farkas Pista. Pista volt, és Weiss Csaba volt, akik ezt készítették, egy 19 centis Newtonnal. Hát itt is látszanak a vezetési problémák, de hát azért nagyon örültünk annak, hogy ott vannak a ködök. Hát mai szemmel nyilván ezt meg lehet mosolyogni, de hát ez egy más, teljesen más világot, más feltételekkel. Térjünk vissza ismét a századfordulóra és a következő évtizedekre. Komáromi Katz Endre, aki szintén tulajdonképpen Konkoli és körét gyarapította, ő egy festőművész volt. Hát nem a legismertebbek közé tartozik. Művészettörténészek tudják, hogy ki volt ő, de emellett amatőr csillagász is. Voltak nagy távcsövi, ez egy 5 hüvelykes, azt hiszem Heide objektívű refraktor. Ezt használta a legkevésbé. A kisebb távcsövét sokkal nagyobb szeretettel, 5-6-7 centiseket, 8 centis refraktorai voltak, azokkal rajzolt. Nagyon szép bolygórajzai voltak, szép holdrajzai voltak. Több évtizednyi észlelési naplója megvan, csak hát az örökösökkel nem sikerült igazán jól boldogulni a Sebők György amatőr csillagász barátunknak, aki egyébként írt is egy cikket az évkönyvnek a 97-es kötetében Komáromi Katz Endrének a észleléséről, akkor előkerült észlelési naplói alapján. Hát nem tudom, hogy végzette még észleléseket, minden esetre ne hagyjuk ki a dokumentumok közül őt sem. Akárcsak Posztocki Károlyt, aki neki a műszeri épségben megmaradtak, nagy számban megvannak, a Tatai Posztocki csillagvizsgálót díszítik. Éppen tavaly egy támogatásnak köszönhetően nagyon szépen felújítottak, és múzeummá alakították át. Hát ő elég sokat publikált a 20-as, 30-as években mindenfajta amatőr csillagászati észlelési programokról. Az az egy szívfájdalmam nekem, mint hogy foglalkoztam elég sokat az ő tevékenységével, hogy az észlelési naplói azok úgymond elvesztek, nem maradtak fenn, úgyhogy ilyen kis leírások, hogy milyen jó dolog mélyegezni, ezen túl sajnos olyan sok minden nem maradt fenn tőle. Mindenesetre is egy érdekes pontja volt az amatőr csillagászatunk történetének. Itt a jobb oldali képen már egy időskori felvételt láthatunk 62-ből. A távcső világában van egy nagyon érdekes felvétel, ami félig meddig amatőr felvételnek tekinthető, Hefner Tivadar. Aki aláírás szerint Hefner Tivadar egy 15 centis RFT-szerűséggel készítette ezt a felvételt az Andromeda ködről, ami 3,5 órás expozícióval a Schwab-hegyi csillagvizsgálóból. Hefner Tivadar optikus volt, közreműködött a távcsővilága előkészítésében, tehát Kulin köréhez tartozott. Hát ez egy érdekes felvétel, hogy az ember csodálkozik, hogy ilyeneket tudhattak. Nagy távcsőleg volt szerelve. Persze. Nem. Igen. Tehát ez egy érdekes felvétel, nem tudom, mennyire van benne köztől, hogy van egy ilyen amatőr készítésű fotónk is. Hát ehhez képest mindenképpen visszalépéstnek számítottak a következő évtizedek az amatőr mozgalom szempontjából. Telnek, múlnak az évtizedek, és akkor végre feltűnik Szentmártoni Béla és a Deep Sky szó, ami nem egy nagy bravúros fordítás, a Deep Sky-t mélyének lefordítani.
De hát ami mögötte volt, amit a Béla mögé rakott, az a szervező munka, az a fordító munka, az mind a mai napig tiszteletet parancsol. A 60-as évek végén, 70-es évek elején kezdte el szervezni az észlelő mozgalmat. Ott nagyon népes amatőr csillagász mozgalom volt akkoriban, és nagyon sok fiatal belépővel, én is ahhoz a generációhoz tartozom, akiket a Béla megfogott azzal, hogy gyerekek, akkor kicsit most mélyegezzünk is, mert a Kulin-féle távcső világátnak az észlési ajánlatai, meg az egész amatőr csillagászaton volt egy ilyen fajta vonulat, hogy az amatőrök tulajdonképpen lebutított profi csillagászati észléseket folytatnak, a legjobbak azok képesek lehetnek olyan megfigyelésekre is, amelyek a szakcsillagászat számára használhatóak, mondjuk a Holdon a TLP észlelések, vagy a változó csillagoknak a megfigyelése, meteoroknak a megfigyelése, és még néhány terület. A mély ég terület az kicsit úgy le volt sajnálva, hogy hát az emberek szeretnek távcsövezni, gyönyörködni az égboltban, leírják az élményeiket, lerajzolják, lefényképezik, lehet, hogy nem sül ki belőle semmi különösebb, de egy nagyon hasznos időtöltés az egész, és hát az emberek megosztják egymással a tapasztalatokat, az mindenképpen jó dolog. Hát erre érzett rá nagyon jó érzékel Szentmártoni Béla, és tekintett, hogy akkor még nem volt internet, gyakorlatilag szinte halálra kellett magát dolgoznia, egy emberként levelezett több száz amatőrrel, kiadta havonta az albireót, nagyon sok mélyégfordítást készített, észléseket gyűjtött össze, összeállításokat készített, szóval nagyon meghatározó alakja volt a mélyegezésnek ő a 70-es és még a 80-as években is kisebb mértékben. Tehát őre nagy-nagy tisztelettel emlékezünk. És hát ott jobbra lehet látni egy viszonylag akkoriban szokatlannak tűnő kinézetű távcsövet, ez egy RFT, tehát ilyen tehát a korszaknak a 60-as évek amatőr csillagászatában F10-es körül Newtonok voltak a jellemzőek. Hát manapság már nem csinálnak ilyen hosszú kályhacsöveket, mi nálunk, megkezelhetetlen. Hát ő egy sokkal fényerősebbeket készített, ilyen F4, F5 körüléket, és hát ezekkel, mint a fényerős távcsövek szerelmese folytatta az észleléseket. Azt hiszem ez a kép, hogy ennek egy verziója jelent meg a földérségben, a távcsivilágában és aztán a Skyline teleszkópban is, ami nagyon nagy számnak számított akkoriban, hogy innen a vasfüggönyön túlról arra érdemesítenek minket, hogy ebben a rangos folyóiratban megjelenünk. Ismét egy jellemző távcsőtípus, egy 300 per, azt hiszem 1800 körüli Newton távcső, az Magyarorsi Imrének a tulajdona volt. Meglátogatta Béla, varul a színes kép is. És hát ugye nemrégében volt egy szentmártoni évforduló, amiről kicsit persze lecsúsztunk. 2006-ban volt a születésének a 75. évfordulója, de 2009-ben a csillagászat évében sikerült megjelentetni egy ilyen tisztelgő emlékkötetet, amiben nagyon sok Bélával kapcsolatos visszaemlékezés, kép, elemzés található. És aztán a mélyegezés az máshol is igencsak szárba szökkent. 84-ben indult a Meteorban, már úrimisten, már 84-ben indult a Meteorban a mélyeges és a kettős rovat. Hát itt láthatjuk a rovatnak a megindítóját. A 24 vagy 24 centis távcső mögött látható Papsanyi. Ez itt Berente Béla, ez itt középen én vagyok. Az idő vasfoga ugye átment rajtam is. Újvárosi Anti látható, és jobb oldal pedig Szoboszlai Zoltán. A magyar ugaron vagyunk éppen egy észlelő hétvégén. Aki nem ismerné fel a háttérben látható tárgyat, az egy gépjármű. Emberek szállítására fejlesztették ki a Német Demokratikus Köztársaságban, ami azóta megszűnt. F5-ös körüli 25 centis Newton távcső volt a Sanyinak, és van is, hát ez akkoriban ez egy nagyon nagy távcsőnök számított. Ez az? Ez az. Ez az, a Berente csiszolta őket. Berente Bélának egy 150 per 520 körüli nagyon RFT-je, és Csobbadon pedig a Zolinak a lábánál pedig egy MTO 1000-es teleobjektív, ami szintén egy nagy újdonság volt akkoriban. Hát nagyjából ezek jelentették a magyar amatőr csillagászatnak a lehetőségeit akkoriban, és hát
igyekeztünk kihasználni az akkor még sötétebb egeket, mint amik ma vannak. Ami ennek a rovat beindítására, ami nagyon fontos volt az, hogy a Sanyi nagyon erősítette a még rajzolást. Nagyon rossz publikációs lehetőségek voltak annak előtte. Ugye a Bélánál, az Albérónál lényegében csak szövegeket lehetett közölni normálisan. Szóval egészen kőkorszaki viszonyok között kellett készíteni a lapot. Például, hogyha illusztrációt akart csinálni, akkor a nyomólemezre magára kellett rárajzolni a vonalas ábrát. És magára a nyomólemezre gépelte rá a szöveget is, én úgy tudom. Ezek ilyen alumínium lemezek voltak, amit a nyomda használ. Tehát elképzelhetetlen nehézségekbe ütközött mindenfajta kép vagy fotónak a közlése. A Dalos Endrék csinálták azt például a Drákónál, ami egy kis védelszámú kis lap volt, hogy egyenként kinagyították a fotókat, és egyenként beragasztották a kihagyott üres helyre, és akkor az egy képes lap volt már. Hát ilyen lehetőségek voltak, nem copy-paste, mint manapság, meg download. Most ezzel nem azt akarom mondani, hogy mekkora májerek voltunk, de ez egy ilyen világ volt. A Mélyég rovatban a Sanyi után következett Berente Béla, rövid időn keresztül volt rovatvezető Babcsán Gábor is, talán egy vagy másfél évig, és aztán 90-es évek végétől Berko Ernő nagy visszatérése következett, amikor ő hozzá került a rovat, azt hiszem olyan 6 évig vezette. Maga ez a felvétel egyébként történelmi felvétel, ez 1999-ben készült, akkor, amikor felfedezte a Supernova 1999 BY-t az NGC, nem tudom mennyiben. Hát ő borzasztó... Ilyen NGC számokat, segítsetek. 2841, köszönöm, már vannak itt azért okos emberek, nem? Amakam korszak volt ez, itt 100/500, azt hiszem 500-as apu refraktorral kamerázott ő lelkesen és nagyon sokat, és egy ilyen galaktis fényképezés során véletlenül, tehát nem kereste a szupernovát, de véletlenül észrevette ezt a szupernovát, és hát tulajdonképpen nagyon kevéssel csúszott le az elsőségről. Gemini G10 mechanika. Akkoriban ez egy nagyon jó mechanikára számított. Manapság már ugye már nem gyártják. Akinek megvan, az minden esetre őrizze meg, mert ez is egy fejezet a régi idők amatőr csillagászatából. Tehát voltam még más mélyék körüli emberek. Valóban Babcsán Gábor 16 évvel ezelőtt a gótóját igazítja. Már az is megvolt neki. Jobban pedig a Szabó M. Gyula, a Messier rovatnak a későbbi vezetője, a saját gyermekkori kiságyából készített RFT-jét ölegeti. A 1995-ös Ráktanyi táboron. A kép egyébként most került először kivetítésre. Hivatalosan. Mit? Ne is mondom, hogy bármik szerint. Nem mondom el. Beindult. Ez is egy korfestőkép. Azt hiszem, hogy 1992-ben készülhetett talán. Ugye akkor volt egy olyan rövid idő, hát nem is rövid időszak, amikor két mélyeges rovat is volt a Metorban, volt a sima mélyeg rovat, és voltak csak a Messiék. Hosszú időn keresztül, 2005-ig ez volt a regula, és akkor lett a rovat egyesítés. Akkor már Székely Péter volt a nagy rovat egyesítő. És aztán nem is tudom, hogy mikor vette át Gábor a rovatot, valamikor 2008 tájéken, 2007 tájéken következett ő, úgyhogy így kicsit össze-vissza csapongva az időben, eljutva 2011-ig, azt lehet mondani, hogy csupa kiváló, szorgalmas, jó amatőr volt, aki bábáskodott a magyarországi mélyegezés körül, és én most inkább az utóbbi 20-valahány évet vettem itt borcső alá ebben a helyzetben. Maga a felvétel a déli pályaudvaron készült, tehát Ráktanyi 5 km az egy súlyos félrevezetése az aljáróknak. Egy Ráktanyára való nyári felindulásnak a gyűjtő személyét láthatjuk, akik összefogdosták a peronon csellengő amatőröket. Sáneszke Krisztián a baloldali és Nagy Zoltán Antal, azért nyűző a jobboldali amatőrtárs. Én nem rabolnám tovább az időtöket, remélem, hogy
bemelegítésnek azért csak jó volt ez a kis előadás, összefoglaló nosztalgiázás, és örülök, hogy az M33 fotósa itt van sorunkban. Köszönjük szépen Attilának az előadást. Tényleg nagyon informatív volt, és tényleg izgalmas, és akkor felkérném Francsics Lászlót, hogy tartsa meg az előadását az asztrofotózás alapjairól, a Fotongyűjtés művészete címmel.